Üdvözöllek benneteket! Így a biológia érettségi előtti célegyenesben úgy gondoltam, hogy hozok nektek néhány számolásos feladatot, ugyanis a biológia érettségén is szükség van arra, hogy számoljunk. Nézzük, hogy milyen fajta feladatokban kellett az utóbbi években számolást végezni. Ezért is javasolt, hogy számológépet hozzatok mind a közép, mind az emelt szintű biológia írásbeli érettségire. Nézzünk először egy genetika feladatot, mert hogy genetika feladat elég gyakran van. Ez a 2022 májusi biológia magyar, mint idegen nyelven feladatlapban szerepelt. A hetedik feladat volt, egy családfát kellett elemezni. Láthatjuk, hogy három nemzedéket ábrázol ez a családfa. Minden egyes szám egy-egy szemét jelöl, a négyzettel jelölt személyek azok férfiak, a körrel jelöltek pedig nők. A kérdés pedig az volt, ami egy pici számolást igényel, hogy a 13-as számmal jelölt nő, azaz ugyebár a 13-as ő, tehát ez a személyről tudjuk, hogy RH negatív vércsoportú, bár szülei, kik a szülei, egyszer ugyebár ő, egyszer pedig ők a szülők, igen. A szülőkről viszont tudjuk, hogy RH pozitívok. Hogyan lehetséges ez? Ez még elegendő a genetikai ismereteink, tehát tudjuk, hogy domináns recesszív öröklődés menetről van szó, és csak úgy lehet RH negatív vércsoportú úgy egy gyermek, hogy a szülei RH pozitívok, hogy mind a két szülő, tehát egyszer a férfi is, nagy D, kis D, bejelölt, genotípusú, azaz RH pozitív, de heterozigóta, és az édesanyja is nagy D-vel és kis D-vel jelölt génváltozatú, tehát heterozigóta, hordozza mind a két változatot, mert csak ebben az esetben születhetett ő, RH negatívnak, tehát róla tudjuk, hogy RH negatív. RH negatív pedig persze úgy lehet, hogy kis D és kis D örökölt mind a két szülőtől. Ez még önmagában nem igényel nagy számolást, viszont azt kérdezik, hogy mekkora a valószínűsége annak, hogy a 12. jelű testvér RH pozitív lesz. Nézzük. Le kell vezetni a feladatot, és a D betűvel kell jelölni. Legegyszerűbb, ha a szokásos jelöléseket használjuk, tehát felírjuk a szülőket jelen esetben, tudjuk, hogy az egyik is, és a másik szülő is heterozigóta. És az összes lehetőséget megvizsgáljuk, ehhez pedig az utódoknál készítünk egy panettáblát. Tehát ehhez még igazán számológép nem kell. Beírjuk, hogy ettől a szülőtől vagy nagy D-t, vagy kis D-t kap, ettől is vagy a nagy DG változat kerül, vagy a kis DG változat kerül az ivarsejtben, és az összes lehetséges variációt fölírjuk szépen. Lehet nagy D, kis D, vagy ugye kis D, kis D. Na most, ha összeszámoljuk, hogy ebből mennyi az, amelyik RH pozitív vércsoportú, akkor egyszer ez, meg ez, meg ez. Ez az esetben lesz egyedül RH negatív. Tehát ebben az esetben lesz egyedül RH negatív vércsoportú. Hát, ha arányosítani akarnánk, akkor jól látszik, hogy 3/4, a 4/4-ből 3/4 az esélye annak, hogy RH pozitív lesz, és csak 1/4 arra, hogy RH negatív, vagy úgy is mondhatnánk, hogy 25%,
illetve 75%. Tehát gyakorlatilag, ha ezt így levezetjük, akkor már kijön, hogy 75% az esély annak, hogy valaki RH pozitív vércsoportú legyen. Ha nem ezt kérdezték volna, hanem azt kérdezték volna, hogy a 14-es számú testvérnek milyen esélye van, akkor ugyanezt kaptuk volna. Jó? Tehát ugyanígy jött volna ki az esély. Minden egyes gyermeknél ugyanazokkal az esélyekkel lesz valaki RH pozitív vércsoportú. Jelen esetben, tehát minden esetben 75% esély van arra, hogy RH pozitív, és csak 25% arra, hogy RH negatív vércsoportú lesz az utód. A következő érettségi feladat a 2022. októberi érettségén szerepelt a fotoszintézis témában. Láthatunk egy kísérletet, amelyben izzóval világítanak meg egy főzőpoharat, amelyben hinárnövény, tölcsér található és egy mérőhenger, amely nézi a vízszintet, illetve a képződő oxigén mennyiségét. Láthatjuk, hogy a kísérlet kezdetén 60 wattos izzóval világítják meg a hínárnövényt 20 perc elteltével, olvassák le a termelődő oxigéngáz térfogatát, a méréseket egyre növekvő, teljesítményű izzókkal ismétlik meg. Meg kell adni, hogy mi a kísérlet független változója. Ilyen feladatok jellemzően az emelt szinten voltak már többször is, most középszinten is került egy ilyen feladat. A független változó az mindig az a változó, amit mi befolyásolunk, amit mi irányítunk, hogy megváltozzon. Jelen esetben ugye itt a változó, amit mi befolyásolunk, az az izzó teljesítménye, tehát a helyes válasz ebben az esetben, a helyes válasz az a B lesz. Aztán láthatunk egy táblázatot, ahol az eredményeket foglalják össze, amelyben látszik, hogy az egyes izzókhoz képest 20 perc alatt mennyi oxigéngáz termelődött, és a harmadik oszlopban pedig a fotoszintézis mértéke van megadva, köbcenti per órában meghatározva. A táblázat adatai alapján adja meg az X értékét, azaz ezt keressük itt. Ezt az x-értéket keressük. Hát nagyon egyszerű dolgunk van, hiszen tudjuk, hogy 20 perc alatt 1,1 köbcentiméter oxigéngáz termelődött, akkor vaj egy óra alatt mennyi fog? Hát azt tudjuk, hogy 1 óra az 3x 20 perc, azaz 60 perc, tehát meg kell szoroznunk az 1,1-et 3-mal, tehát 3,3 köbcentiméter a oxigéngáz térfogata, illetve a fotoszintézis mértéke egy óra alatt. Nézzük a másik feladatot, adja meg, hogy a 150 wattos teljesítményű izzó használatakor hány köbcentiméternek megfelelő széndioxidot használ fel a növény 20 perc alatt. Tehát itt annyi a változás, hogy eddig oxigéngázról volt szó 20 perc alatt, most meg hirtelen széndioxidról lesz van szó. Ehhez nagyon egyszerű dolgunk van, szükségünk van a fotoszintézis általános egyenletére. Ha emlékeztek, akkor úgy néz ki, hogy a széndioxid és a víz kiinduló anyagból több lépésben, több lépés alatt keletkezik a szőlőcukor, és természetesen a szőlőcukor mellett az oxigén, és ha emlékeztek még, ilyet is kell tudni, hogy 6 mol széndioxid meg 6 mol víz, határ 6 mol oxigén szabadul fel. Ami nekünk ebből lényeg, az gyakorlatilag, hogy ugyanannyi mértékű az oxigéngáz, mint amennyi széndioxidgázt használtunk fel. Tehát itt mondhatnám, hogy 6 a 6-hoz, 1 az 1-hez. Tehát tulajdonképpen, ha ismerjük a 150 watt esetén
hogy 20 perc alatt 1,1 köbcentiméter oxigéngáz keletkezik, akkor bizony feltételezhetjük, hogy ugyanúgy 1,1 köbcentiméternek megfelelő szindioxidot használ fel, tehát ugyanannyit használ fel, mint amennyi oxigén keletkezik. Ennyi lett volna ez, hát ehhez se kellett még a számológép, az az igazság. A következő feladat az a 2022-es októberi érettségi ismét, csak ez alkalommal az új 2020-as NAT-os feladatlapban volt ez a feladat, ahol láthatunk három városnak az éghajlati adatait, ahol ki kell töltenünk a táblázat hiányzó adatait. Nézzük, a Budapest-Miskolc-Szombathely. Miskolcnál hiányzik a vegetációs időszak csapadék összege, míg Szombathelynél pedig a nyári középhőmérséklet az, ami hiányzik, tehát ehhez a két adatot kell kiszámolnunk. Na nézzük, azt mondja, kezdjük Szombathelynek a nyári középhőmérsékletét kiszámolni. Nagyon egyszerű, először is tudjuk, hogy szükségünk van csak a nyári adatokra, tehát a június, július és augusztusi hőmérséklete. Tehát fogjuk a 18,4-et, hozzáadjuk a 20,6-et, ehhez pedig hozzáadjuk még az augusztusi 19,9-et, és természetesen ezt az 58,9 összeget el kell osztanunk hárommal, hiszen három nyári hónap van, és meg is kapjuk, hogy 19,6, 3 sokszor 3-ast, ebből nekünk ugye egy tizedes jegyre kell kerekítenünk, tehát beírjuk, hogy 19,6 lesz a hőmérsékletet. A vegetáció időszak csapadék összegét, bár ez így nincs itt most leírva, de a szövegben le volt írva azt, hogy úgy veszük a vegetációs időszakot, hogy április 1-től egészen szeptember végéig, és ha ezt így összeadjuk, akkor a számológéppel akkor meg fogjuk kapni, hogy a vegetációs időszak csapadék összege annyi, mint a 389-et kapunk. Hát ez sem volt egy bonyolult feladat. Egyszerűen csak össze kellett tudni adni hozzá. A következő feladat a 2022 májusi középszintű érettségi feladata volt, amelyben a szívvel kapcsolatos kérdéseket figyelhettünk meg, kaptunk egy szívábrát, és ehhez kapcsolódóan az volt a kérdés, hogy hányszor nyílik ki egy óra alatt az A-ban jelölt ér kezdetén található billentyű átlagos testalkatú nyugalomban lévő egészséges felnőtt esetében. Gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy melyik billentyűzetről lenne szó, mindegyikre érvényes, hogy ugyanazszor nyílik ki, ahányszor a szívünk összehúzódik, ezt ugye a pulzusunk adja meg, amit mondjuk azt, hogy átlagosan 72-szer húzódik össze a szívünk, tehát ennyiszer nyílik ki az adott billentyű is, billentyűzet is egy perc alatt. Na most nekünk ugye egy óra áll rendelkezésre, ami 60 perc, tehát a 72-t, ha megszózom 60-nal, akkor meg is kapom, hogy hányszor nyílik ki. Ez 4320. Ehhez azért elkelt esetleg a számológép. Ehhez a feladathoz. A folytatásban nézzünk néhány emelt szintű feladatot. Az emelt feladat, ez az emelt feladat a 2022 májusi érettségén volt látható, gyakorlatilag tartalmazott a füllel kapcsolatos belső fülnek egy ábráját, ami
ábrázolja a 30 mm-es csigának a felső-alsó járatát, kitekelt formájában is azt, hogy az adott járatban a különböző frekvencia tartomány hol érzékeli a belső fülünk. Emellett meg volt adva egy hangterjedési sebesség, tehát megvan adva, hogy 340 méter per szekundum a terjedési sebessége a hangnak, van adva egy képlet, hogy C egyenlő lambdászor F, ami azt jelenti, hogy a rezgés frekvenciájának és a hullámhossznak a szorzataként számolható ki a terjedési sebesség. Emellett van még egy képletünk, ami megadja, hogy az orgonasípok hossza, az a orgonasípok hosszának a kétszerese lesz a hullámhossz, és ez alapján kell nekünk kiszámolni, hogy egy 4,25 cm-es hosszú sípban keletkező alaphangot hol halljuk meg. Hát, lássuk hozzá, ez már azért emelt feladat, tehát ismerjük az L-et, amiről tudjuk, hogy 4,25. Centiméterben megadva. Akkor ebből ki tudjuk számolni a lambdát, mégpedig az itt található L egyenlő félszer lambda képlettel. Tehát a lambda ebből kiszámolva, tehát a lambda értéke az 8,5 cm lenne, de nekünk ugye bár a lambdát nem centiméterben kell megadnunk, tehát ez úgy nem szerencsés, hanem ezt érdemes átváltani méterbe, tehát 0,85 ezred méter. Ez lesz tehát a hullámhosszunk, és gyakorlatilag a itt fent található képletet, a C egyenlő lambdászor F-ből érdemes kifejezni az F-et, tehát az F az tulajdonképpen C per lambda lesz, ahol, szép lett, ahol ugye C azt tudjuk, hogy 340 méter per szekundum, és ezt fogjuk elosztani a 0,85 ezred méterrel, és megkapjuk azt, hogy körülbelül 4000-et kapunk, tehát 4000 hercet. Na, jó. Ha megnézzük ebbe az ábrába, itt az egyes ábrában 4000 Hz az itt található, amit hogyha milliméterben megnézzük, ugye itt az 5-ös, itt a 10-es, tehát 8 mm lesz tehát 8 mm-en fog a belső fülcsigájában érződni a 4000 Hz-es hangmagasság. A következő feladat szintén a 2022 májusi emelt szintű érettségén volt feladva, ez a szívciklussal foglalkozik. Adtak hozzá egy ábrát, amit itt láthattok. A melléket diagram egyetlen szívciklus alatt lejátszódó nyomás és térfogat változásokat ábrázolja az aortában, a bal kamrában és a bal pitvarban. A szisztólia alatt a pitvarok, majd a kamrák izomzata húzódik össze, a diagrammal ez a bal kamra, a diasztólia alatt pedig a kamra izomzata elernyed. Hoppá, elnézést! Az A, B, C, D betűk a szívbillentyűk nyitódásának, illetve záródásának pillanatait jelölik. Nekünk ezen a diagramon majd egy-két információt szükséges csak. Nézzük, mit kérdeznek. Számolja ki és adja meg a keringési perc térfogatot, tehát a keringési perc térfogatot,
feltételezve, hogy a szív összehúzódásainak ritmusa és erőssége folyamatosan a grafikonon jelzett marad. Rögzítse a számítás menetét. Tehát ha megnézzük, egyetlen ciklus az 0,6 se szekundum alatt játszódik le, tehát egy perc, az ugye 60 másodpercet jelent, tehát gyakorlatilag ez a 0,6 szívciklus, ezt tulajdonképpen azt jelenti, hogy 100-szor fog 60 másodperc alatt a szívciklus lezajlani. A másik információ, ami fontos, hogy ezen az ábrán láthatjuk, hogy a vértérfogat úgy változik, hogy a legmagasabb érték a 120, hát a legalacsonyabb az körülbelül 50, tehát ki kell vonnunk a 120-ból az 50-et, így megkapjuk azt, hogy tehát 70 köbcentiméter egyetlen ilyen ciklus alatt a térfogat változás. Tehát tulajdonképpen annyi a dolgunk, a 70-et megszorozzuk a 100-zal, tehát gyakorlatilag 7000 köbcentimétert kapunk. Amit még átválthatunk esetleg köbdeciméterbe, az ugye 7 köbdeciméter. Perc térfogat, tehát ezt még írjuk be, hogy percenként ennyi. A következő számolási feladat is a 2022-es májusi érettségiről való. Itt egy védendő kártevőről, a hörcsögről volt szó. Én most nem olvasom fel a teljes szöveget, csak a lényeget próbálom kiemelni belőle. Az egyik lényeges információ az az volt, hogy évente akár háromszor is szaporodhat egy hörcsök, egy-egy nőstény 4-16 kölyköt hozhat a világra, és a másik fontos információ, hogy a 90-es évekig kötelező volt a gazdáknak hörcsökgyérítést végezni, ha hektáronként legalább 2 lakott járatot találtak. Ezek voltak a fontos információk, nézzük meg, mit kér a feladat. Pontosan azt mondja, hogy 90-ben egy Békés megyei gazda 10 hektáros búzaföldjén hörcsögök éltek, az év elején járatainak száma éppen elérte a kötelező gyérítés határát. Mennyi utódot hozhattak volna létre a gazda földjén ebben az évben azok az egyedek, amelyek az év elején a járatokban éltek, ha feltételezzük, hogy mindegyik járatban minden elléskor a lehetséges maximális utód számú született, és minden járatnak nőstény lakója volt, egy darab nőstény lakója. Hát akkor kell nekünk tudni azt, hogy 10 hektárról van szó, de 10 hektárról volt szó. Kellett hozzá az az információ, hogy hektáronként elérte a minimális gyérítési határt, ami 2 járatot jelentett, tehát ezt meg kellett 2-vel szoroznunk. Akkor feltételezzük, hogy háromszor szaporodtak, mert hogy az volt a feladat, hogy nézzük meg a maximális, már pedig egy évben maximum háromszor szaporodhatnak, és ugye egy alom az maximum 16 kölyköt eredményezhet. Ha ezeket összeszorozzuk, akkor megkapjuk, hogy 960 darab hörcsög születhetett volna, tehát ennyi darab hörcsögről lehet szó, odaírom még, hogy db. Jó, ez csak egy ennyi volt. Lényeg, hogy ki kellett az információkat szedni a szövegből. A következő feladat a 2022-es októberi emelt érettségén szerepelt. Egy sallósejtes vérszegénységgel foglalkozó feladatban kellett kiszámolni
egy térkép segítségével, hogy hány heterozigóta sallósejtes vérszegény ember él az 5 millió lakosságú angolai Luandában. A térképen szereplő HBS gyakoriságok átlagával kell számolnunk, ez fontos. A Luandában a feltüntetett skála legsötétebb árnyalatát vegye figyelembe, rögzítse a számítás menetét is. Hát a térkép nem valami jó, tehát színesen jobb lett volna, hát a legsötétebb árnyalat az talán ez lesz itt. Tehát ezeket az értékeket kell figyelembe venni, és ezeknek kell az átlagát venni. Tehát százalékban van megadva az érték. Tehát az a legegyszerűbb, ha az aljai gyakoriságot nézzük, akkor Q-val szoktuk jelölni a recesszív alél gyakoriságot. Ilyen esetben ugye ezt tudjuk, hogy a sallósejtes vérszegénység az recesszíven öröklődő. Tehát felírjuk a 14,66-ot csak nem százalékos formájában, hanem ugye tizedes jegyes formában írjuk majd fel egyszer. Valamint felírjuk ugye a nagyobb értéket, a 18,18%-ot, de ezt megint tizedes jegyes formátumban. Ennek a két értéknek aztán vesszük a átlagát, tehát elosztjuk kettővel, és ha a számológéppel kiszámoljuk, akkor 0,16 1642 tízezred bet gyakorlatilag. A normál alélnak a gyakorisága, azt nem ugye P-vel jelöljük, ugye, és úgy kapjuk meg, hogy az egészből kivonjuk a Q-t, az lesz akkor 0, kell hozzá a Hardy-Weinberg egyensúly, amelyben, ha emlékeztek, úgy kapjuk meg, úgy szól a Hardy-Weinberg szabály, hogy a homozigóta domináns génváltozatok és a heterozigótáknak az alélgyakorisága, valamint a homozigóta recesszív alélgyakoriság együtt adja ki, ez is négyzet, együtt adja ki az egyet, tehát ez 100%. Ebből ő itt a heterozigóta, ez itt a heterozigóta alélgyakoriság. Tehát azt tudjuk kiszámolni, hogy 2-szer P-szer Q, azaz szépen most már be tudjuk helyettesíteni, a kettes számba nem kell, de beírhatjuk ugye a P alél gyakoriságát, ami 0,8358, és beírjuk a Q alél gyakoriságát, ami 0,1642. Ezt, hogyha számológéppel kiszámoljuk és kicsit kerekítünk, akkor azt kapjuk, hogy 0,2745. Tehát mondhatjuk azt, hogy 27,45% a heterozigóták aránya. Na most ezt 5 millióból kell néznünk, 5 millió ugyebár a Luanda lakossága. Ezt megtetjük, úgyhogy elosztjuk 100-zal, és aztán megszorozzuk 27,45-tel. Akkor megkapjuk, hogy 1.372.500 ember kerekít. Ha kerekített értékkel számolunk, akkor ennyi fő az, aki heterozigóta erre az alélra nézve. Tehát ezt a feladatot meg is oldottuk. A következő feladatunk is a 2022-es októberi emelt szintű érettségiről származik. Ez
a természeti tőkével foglalkozik, ez a feladat, ahol ki kell számolnunk a természeti tőke indexet. Ehhez ezt a képletet, amit itt láthatunk, ezekkel számolunk. Itt látható egy ábra, ami a falu élőhely térképét mutatja. Az egyes foltokban megvan adva az élőhely típus és annak becsült természetessége. A táblázat kitöltésével határozzuk meg a falu növényzetének területének növény alapú természeti tőke indexét, amit NCI-vel jelölünk. Ez fontos, hogy egész számra kell majd kerekítenünk, tehát egész számra kell megadnunk. A növényzet alapú természeti tőke indexet írja a táblázat alatti pontozott vonalra, azaz ide. De először is töltsük ki a táblázatot, könnyű dolgunk van, mert hogy egy négyzet az egy hektárnak felel meg. Tehát annyi a dolgunk, hogy számolgatni kell a különböző színű négyzeteket. Segítségül ugye megvan az, hogy a települések utaknak ez a furcsa színű, ebből van 93, megvan adva, hogy 10% a HQ értéke, és akkor persze csak össze kell szorozni az AI-t a HQI-vel, tehát jelen esetben most az egyet, A1-et az HQ1-el, és akkor meg is kapjuk. Nézzük a szántónál ez hogy fog kinézni. A szántóból van összesen 80 darab négyzetünk. Ennek a HQ értéke 10, tehát akkor így, akkor 800-at kapunk itt. A szikes pusztánál megvan adva ugye a HQI érték, meg kell számolnunk a szikes pusztás kockákat, vagy négyzeteket, az 54 darab ilyen van. Tehát az 54-et össze kell szoroznunk 52-vel, 2808-at kapunk. Szikes rétről azt kell tudni, hogy 60-as a HQ érték, itt írja, így itt. Tehát ez itt 60 lesz, meg kell számolnunk, hogy hány darab ilyen négyzetünk van. 27 darab négyzetet számoltunk össze, és akkor 27x60 az 1620 lesz. Akácos, az akácos HQ értéke 10%, tehát beírjuk ide a 10-et. Megszámoljuk, hány darab négyzet van belőle. 62 darabot számoltam. Akkor ez 620 lesz az értéke. A sziki tölgyest, ha megnézzük, a sziki tölgyesből nincsen sok, de 70%-ossal számolandó. Tehát magas a természeti értéke. A természetessége. Ebből a négyzetből van 28 darab összesen. Tehát 28x70 az 1960. Akkor már csak annyi dolgunk van, hogy összeadjuk a négyzetek számát, de amúgy nem is szükséges, mert itt van szerepe, hogy mennyi. Tehát 344 darab négyzetünk van, azaz annyi hektár a területünk, és összeadjuk az AIHQ értékeket, amiből 8738, ez a két érték kell ahhoz, hogy kiszámoljuk az NCI értéket, ezt a számot el kell osztani 8738-at, el kell osztani 344-jel, kb. 25,4-et kapunk, de mivel egész számra kell kerekíteni, így ide csak annyit kell beírnunk, hogy 25. Ez sem volt egy bonyolult feladat, mondjuk könnyebb számológéppel kiszámolni, az biztos. Már ennyit szerettem volna, mindenkinek egy kalappal kívánok a közelgő biológiai érettségre, és nem kell megijedni a számolásos feladatoktól, nem bonyolultak, csak figyelmesen el kell olvasni a feladat leírást.